Sziasztok! A mai videóban az anyák napja közelettével megmutatok nektek két szuper könnyen elkészíthető ajándékötletet. Ez a videó nem a drága és nehezen beszerezhető dolgokról fog szólni, hanem gyakorlatilag az érzelmeinket fogjuk átadni tárgyasított formában, és szerintem erről szól az anyák napja, úgyhogy remélem tetszeni fog nektek a videó, és ki fogjátok próbálni az ötleteimet, tartsatok velem! Elsőként szükséged lesz két különböző színes papírra, én mintás csomagolókat választottam. A borítékokat 10x10 cm-es négyzetekből fogjuk megcsinálni, így először kimértem a méretet, majd kivágtam őket. Ezután mindegyik oldal felénél, tehát 5 cm-nél tettem egy pici jelölést, ugyanis itt fogjuk behajtani a sarkokat. Hajtsd be így a két szemben lévőt, majd a harmadikat hajts néhány milliméterrel feljebb, hogy le tudjuk majd ragasztani, majd a legutolsó sarkot szintén hajts néhány milliméterrel beljebb. A lapon először ceruzával húztam vékonyan egy segédvonalat, hogy nehogy véletlenül ferdén írjam a feliratot. Majd felírtam, hogy sok szeretettel, és színesre dekoráltam. Ezután elrendeztem a borítékokat, és felragasztottam őket a lapra. Most jön a legfontosabb rész. Írd fel apró cetlikre, hogy miért is vagy hálás, mit köszönhetsz az anyukádnak, majd tedd be őket a borítékokba, és ragaszd le őket. Kérd meg, hogy minden reggel nyisson ki egyet, így garantáltan jó kedvel fog indulni a napja. A második ajándék is hasonló lesz. Ezúttal is felírtam, hogy mi mindent köszönhetek az anyukámnak, és felidéztem kedves, közös emlékeket. Egyesével kinyírtam őket, majd feltekertem és megkötöttem egy fonallal. Tedd be őket csatos üvegbe, hogy a honlap minden napjára jusson egy. Remélem, sikerül ezekkel mosolyt csalni az anyukák arcára. Találkozunk legközelebb, és sziasztok!